Sokszor mondjuk, hogy Prága és Budapest hasonló, mi azonban nem szeretnénk a döntőbíró szerepét játszani. Nézzük meg, mit járhatunk be egy óra alatt, és keressük a hasonlóságokat. Néhány évtizeddel ezelőtt nem volt olyan ember, aki ne állt volna meg az Asztoriától pár percre a Múzeum körúton található óra előtt. A több mint 100 éves óra mutatta ugyanis a legpontosabb időt Budapesten. Néhány ember pont ezen a helyen tudta meg, hogy ellopták a villamoson a zsebéből az órát, amikor megpróbálta beállítani rajta itt a pontos időt. Itt vagyunk Prágában az óváros főterén, ahol éppen az asztrológiai órát látjátok. Ez az óra a valaha épült egyik legrégebbi és legaprólékosabban kidolgozott óra, és 1410-ben indították először el. Az óra négyféle időt mutat, a közép-európai, az ócse, a babiloni és a csillagászati időt. Mint minden hídnak, a Láncidnak is megvan a maga szaftos története. A szóbeszéd szerint ugyanis a nyelv nélküli oroszlánokat elkészítő szobrászon, Marsalkó Jánoson annyit gúnyolódtak, hogy végül ő lett a Láncid első öngyilkosa. A szobrász maga is jót nevetett ezen a történeten, ő azonban nem ugrott bele a Dunába, sőt, vígan élt egészen 58 éves koráig. Minden oroszlánnak megvan a maga nyelve, azonban azt nem nyújtják ki. Mi elhisszük ezt a szobrásznak. Itt vagyunk a Károly hídon, amelynek elődjét 1342-ben Jeges Ár vitte el. 1357-ben került le az új alapkör, amit maga a IV. Károly, német-római császár helyezett el, miután kikérte asztrológusok és zsidó kabbala tudósok véleményét arról, hogy mi az alapkör letétel legszerencsésebb időpontja. Hogy még biztosabbá tegyék szerencséjüket, tojást és tejet is kevertek a cementben, ugyanis a korabeli idők szerint ez jó szerencsét hozott. Hídon több szobor is található, köztük Nepomuki János szobra, akit a Molda folyóba dobtak, miután megtagadta a király IV. Vencel parancsát. A legenda szerint, aki megérinti ezt a szobrot, annak a kívánsága valóra válik. Szerencsehozó szobrot Budapesten is találhatunk, ehhez nincs más dolgunk, mint ellátogatni a budai várnegyedbe, Hadik András szobrához. Nem kell más tennünk, mint megsimogatni lovának herejét. Persze, ha elérjük. A babona szerint ugyanis a műegyetem diákjai a vizsgaidőszak előtt ellátogattak ide és megsimogatták a lónak a nemes testrészét azért, hogy sikeresen záruljon a vizsgaidőszak, bár ez nem négy levelű, mégis szerencsét hoz. Találtunk még egy hasonlóságot, mindkét nemzet szereti a sört. Mi a lényegi különbség a cseh és a magyar sörök között? A lényegi különbség az, hogy ugye még a cseh nemzet az ugye a földrajzi fekvéséből adódóan egy ilyen sörözős kultúra, addig a magyar kultúra az inkább egy ilyen borivó kultúra. A sörfogyasztás az inkább az osztrákoktól lett átvéve, és egy kicsit a magyar sörfőzés inkább az osztrák vonalat képviselik, mint a cseh. A cseh söröket azért kedvelem, mert igazából a pomlóval játszanak, különböző komlókat használva, különböző ízhatásokat érnek el. Magyarországon inkább az erjesztés technológia és a komló kombinációval próbálunk elérni különböző ízhatásokat. Hát igen, ilyen gombamód szaporodnak a kézműves sörök, amelyek között találhatunk gyöngyszemeket is, és találhatunk kevésbé jó söröket is. Hát ugye az azért meglátszik, hogy a technológia hiányát legfőképpen a túlzott kumló használattal próbálják a kézműves sörfőzdék hiányolni, de ennek ellenére találunk nagyon sok jó kézműves sört, és hát szorítunk nekik, hogy megéljenek a piacon.